Krisztusban szeretett testvéreim! Húsvét hétfői evangélium, Máté evangéliumából már jól jelezte azt, hogy a húsvét választásra kényszeríti az embereket, és mint ahogy ma szokták mondani, megosztó ünnep. Mert addig, ameddig a karácsony, általában elfogadják mindenütt, ha más nem szeretett ünnepét csinálnak belőle. A húsvét nem ilyen egyértelmű, az a kezdet kezdetén is már kitűnt. Kitűnt, mert voltak olyanok, akik nem fogadták el Jézus föltámadását, és attól kezdődően mindig megújul valamiféle új vád, hogy miért nem támadhatott föl Jézus. A katonáknak adott pénz, az jól jelzi, hogy a bűnök sokszor össze vannak kötve a pénzzel. Júdás árulását is pénzzel fizették ki. A katonáknak a hazugságát, hogy ellopták Jézust a sírból, azt is pénzzel akarták megoldani. De előtte van az evangéliumnak az a szakasza, hogy elmennek az asszonyok Jézus sírjához, nem találják, ott félnek, találkoznak a szembejövő Jézussal, igen, megörülnek, átkarolják a lábát, ő pedig küldi őket, hogy menjenek Galileába, viszont láthatják őt is, híreszteljék el, mondják el a tanítványoknak, hogy ő valóban föltámadt. Ez a rövidke evangéliumi szakasz is előre mutatott, mert az első rész lett az újra evangelizációnak az alapja. A második, amikor a főpapok le akarják beszélni a katonákat, hogy az igazságot mondják és hazugságra kényszerítik, velük szemben a keresztények mindig érveltek, ez lett az apologetikának, a hitvédelemnek az alapja. Mert már Szent Ágoston is észrevette, hogy hát itt egy alapvető önellentmondás van, hát miféle katonák azok, akik először is az őrségbe alszanak. Ma azt kellene büntetni. Egy katona, aki az őrségbe alszik, azt büntetni kell. De nem, mondják azt, hogy ellopták, amíg ők aludtak. Szent Ágoston azt mondja, hát ha látták, akkor miért hagyták? Hát katonák voltak. Miért hagyták, hogy ellopják? Ha pedig nem látták, akkor mit hazudoznak? Tehát már ekkor észrevette Szent Ágoston azt az önellentmondást, amit akkor kitaláltak. És hogy visszatekintünk a történelembe, hát látjuk, hogy mennyiféle módon akarták Jézus Krisztus föltámadását megtámadni és semmissé tenni. Hát voltak, akik azt mondták, hogy itt egy keleti kultusz kapott lábra a keresztények Krisztus föltámadása ünnepében. Mert hát ismeri a kelet is a poraiból föltámadt főnix madarat, meg már a tojások is, amik az életjele jót voltak a fáraók sírjába. Ez csak egy tovább vitele annak a gondolatnak, hogy tavasszal mindig újra megújul a természet, és az ember újra éled. Hát a déli föltekén ilyenkor nincsen tavasz. A másik az, hogy se a főnix madárnak, se az egyéb keleti rítusoknak nem voltak vértanúi. Márpedig Jézusnak lettek vértanúi a kezdet kezdetétől. És aztán azt is kitalálták, hogy nem is halt meg Jézus, tetsz halott volt. Én nem is rég kaptam még egy ilyen könyvet. Egy olyan paptól, aki évfolyam társam volt, újrafordítja mindig a Bibliát, és az szilárdan azt vallja, nem, nincs már papi szolgálatban, hogy Jézus csak tetsz halott volt. Hát azért a római katonák értették a mesterségüket. Akit valakit lándzsával szíven szúrtak, az meghalt. Jézus meghalt. Tehát nem az volt, hogy tetsz halott volt, és utána aztán ő föltámadt, hanem az Isten ereje támasztotta föl őt. És aztán sok mindent mondanak még, hogy mi egy ilyen illúziónak vagyunk az áldozatai, és ez az illúzió,
hát sok embert megtéveszt. Szemünk előtt voltak nagy társadalmi változások az elmúlt negyed században, illúzióra nem lehet építeni még egy pártot sem. Nemhogy egy egyházat, ami 2000 év óta áll. Ha itt egy beképzelgés volna csupán, akkor már rég szétoszlott volna. Maguk az apostolok jelentik a legnagyobb pszichológiai csodát, hogy akik úgy félnek, hogy bezárkóznak, utána meg kiállnak az utcára és hirdetik halált megvető bátorsággal, hogy az a Krisztus, akit ti keresztre feszítettetek, föltámadt. Tehát látni kell azt, hogy Krisztus föltámadása nagyon sokakat választásra kényszerít, és amikor mi ezt valljuk, nem az értelmünk ellen cselekszünk, ugyanakkor álmékodunk, hogy az Isten milyen hatalmas tettet vitt végbe, egyszerit és megismételhetetlent, amikor Szent Fiát föltámasztotta a halálból. Az a megismétlés olyan formában fog majd történni, ha már így folytatjuk, hogy az emberiséget Krisztus föltámadása az magával viszi a föltámadott életmódba, de úgy, ahogy ott történt, az egyszeri volt, nem olyan volt, mint akár Jairus lányának vagy Lázárnak a föltámasztása. Az evangélium első fele pedig, éppen összeszámoltam, amikor olvasgattam, legalább 10 igét hordoz magában. Menjetek, ne féljetek, hirdessétek, ugye leborultak előtte, átkarolták lábát, a cselekvésre késztet bennünket. Egy olyan ünnep a húsvét, amit nem lehet palasztba zárni. Az evangelizációnak lett a forrása Krisztus föltámadása. Mondjuk a mai világban történt volna Jézus föltámadása, akkor nagyon sokan azt mondták volna, hát jó, föltámad Jézus, aki ezt hiszi, higgye, aki nem hiszi, ne higgye, tolerálni kell mindenféle világnézetet. De nem ez volt. Jézus küldte őket. Vajon miért küldhette? Miért nem volt neki elegendő az, hogy akik ott körülötte vannak, azok elfogadják, a többiek meg nem? Ez az üdvösségnek a megoldási formája. Mert ahogy Szent Ágoston mondta, bennünket megkérdezésünk nélkül az Isten megteremtett, de nem üdvözít hozzájárulásunk nélkül. Akik felnőtt, gondolkodó emberek, hozzá kell, hogy járuljanak a saját üdvösségükhöz. Mert nem mindaz, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi mennyei atyám akaratát. És ezért az embereknek fáradozni kell. És akiket küld, azoknak is ezt kell tennie. Mert Jézus nem úgy volt, hogy jó, hát aki elfogadja, az üdvözül, aki nem fogadja el, az maradjon olyan állapotba, hanem ő azért jött, hogy mindenkinek élete legyen. És küldi először az asszonyokat, Mária Magdolnával az élen, aztán a tanítványokat. Miért? Lehetne azt mondani, hogy jobb legyen a világ. Mert valóban ott, ahol hisznek a föltámadásban, ott megváltozik az embernek az élet szemlélete. De ez mind kevés. De azok a tanítók, akik elmennek mondjuk egy harmadik világból, megtanítják az embereket írni, olvasni alapvető higiéniai szokásokra, hát azok is teszik ezt, hogy jobb legyen a világ. Azok az emberek is fölzárkódzanak a többiekhez. Itt nem erről volt szó, a többieknek az üdvösségéről is. Mert az ember örök életre van teremtve. És ezt a vágyat az evangelizáció felerősíti, és megmutatja oda az utat. Hogy örök életre vagyunk teremtve, az abból is kitűnik, hogy sosem elégszünk meg azzal, amit elértünk, mindig többet-többet szeretnénk az életben, legalábbis
lelki és szellemi módon is vannak ilyen vágyaink, és célunk kimutat ebből a világból. A másik megközelítése az örök életnek, hogy az ember nem nyugszik bele abba, hogy meg fog halni és megsemmisül. És ezért is keresi azokat a formákat, ahol valamiképpen megmaradhat. És maga a lelkiismeret is, ami ha más nem egy élet végén visszajön, hogy ezt és ezt elrontott az ember az életébe. Hát ha egyszer a nagy semmi következik a halál után, akkor ezzel nem is kellene foglalkozni. De úgy látszik, hogy visszajön, mert az Isten még ott is egy mentőkotelet dob az embernek, hogy ha más nem, a Jobbik Lator példájára bánja meg a bűnét, és eljuthasson az üdvösségre. És az evangelizáció ezért van. Ezért mindannyiunknak feladata Krisztus föltámadásának a hirdetése. Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, mert fortélyos félelmei vannak a mai embernek. Sok mindentől, jövőtől, gazdasági élet lehetőségeitől, aztán egyáltalán emberi életének a hogyan továbbjától is fél. A boldog, de nem sokára szenté avatandó II. János Pál pápának sokszorosan visszatérő mondása volt, így kezdte lengyelországi útját is, hogy ne féljetek, mert félünk sok esetben, de ne féljetek, mert az Úr veletek van. Ez az üdvösségnek a jó híre, hogy a félelemből menjünk át az örömbe, menjünk át abba a meggyőződésbe, hogy az Úr velünk van, és ő föltámadt. Olvashattuk, hogy átkarolták lábát, mert az, aki a föltámadás hitére jut, annak a lelkében kell, hogy éljen az Isten iránti hódolat, szeretet és hálának az érzése. Ezt jelentette ott keleties kifejezéssel az asszonyoknak az öröme. Húsvét tehát így válik örvendet és ünneppé, és ugyanakkor egy hitvallássá is. És számolnunk kell azzal, hogy mindig lesznek olyanok, akik a föltámadt Krisztus hitét támadják, de még olyanok is, akik az Isten hitet támadják. Nekünk bátraknak kell lenni, nem szabad félnünk, mert ennek a világnak egyik baja az, még Banga Béla mondta, hogy a gonoszak bátrak, a jók meg gyávák. Nem szabad gyáváknak lennünk, ne féljünk, ezt mondja a húsvétnek az üzenete, és ez a bátor kiállás biztos, hogy meghozza a maga gyümölcsét. Húsvét tehát egy olyan ünnep, ami feladatokat ró ránk, ha már egyszer komolyan hiszünk Krisztus föltámadásában, hogy ezt a hírt nem lehet magunknak megtartani, mert már maga a szeretet is megkívánja, ha én valamit jónak tartok, valamit értékesnek, akkor azt meg kell osztanom másokkal, és tovább kell adni. De nekünk még erre parancsunk is van. Missziós parancs. Európának az a része, amiben mi vagyunk, vagy az egész Európa, újra meg újra rászorul arra, hogy újra evangelizálják. Ez van itt egy szinte majdnem Budapesttel összeérő Fót városában is, hiszen tapasztaljuk, hogy milyen sok ember vagy a hit hiányában, vagy a hit ismereteknek a hiányában, vagy egyáltalán az emberi életcél hiányában éli a napjait. Pedig régóta
államalapító szent királyunk óta a kereszténység valamilyen formában mindig megvolt. Csak hogy minden nemzedékkel újra kell kezdeni. Mert a hit az úgy nem örökölhető, mint például a vagyontárgyak. Segítenek a szülőknek, nevelőknek a példái, de valamiképpen egyszerre ajándék és küzdelem a hit. Mert mindannyiunknak erőfeszítéseket is kell tenni ebbe az irányba. Növeld, Uram, bennünk a hitet, és ugyanakkor a megkapott és megélt hittel mi evangelizáljunk, adjuk tovább. Krisztus föltámadt. Görög egyház válasza rá, hogy valóban föltámadt. Mint egy hitvallásként megerősíti a köszöntés azt, hogy mi ebben komolyan hiszünk. Ezen áll vagy bukik a kereszténység. Hogy hisszük-e Krisztus föltámadását? Mert ha nem hisszük, akkor Szent Pál szavaival mondva, hát szánalomra méltóbbak vagyunk az összes többi embernél, akkor együnk, igyunk, majd hónap úgyis meghalunk. Ha pedig Krisztus föltámadt és van föltámadás, akkor ezt a hitet vallani kell. Vallani és továbbadni. Húsvét hétfőt még követi húsvétnak a nyolcada, és végül is követi az egész egyházi év, benne az életünk. Adja Isten nekünk azt a kegyelmet, hogy az asszonyoknak az a hite, amely megerősödött Krisztussal való találkozásban, mert ő szembe jött velük, szép jelkép, nem a hátát látták Jézusnak, hanem szembe jött velük, és felszólította őket. Jöjjön velünk is szembe az Úr, és a vele való találkozás tegyen hitvallóvá, és küldötté az emberek között, Krisztus föltámadta halálból. Amen.